Készen vannak a húsvéti tojások, a héten az ünnepre készültek a nyíregyházi Szent Miklós görög katolikus általános iskolában. Az intézményben 90 elsős jelentkezett, de 60 gyereket tudnak fogadni a következő tanévben. Előnyt élveztek azok, akik a görög katolikus óvodába jártak. Leginkább az iskola küldetéses feladata megtanítani a gyermeket írni, olvasni, számolni. Tehát alapfokú iskolában, első osztályban. Ezért első osztályban 9 magyar órát adunk, másodikban pedig 5 matematika órát. Pontosan azért, hogy a szorzótáblát tanulják meg, az alapokat igyekszünk elősen lerakni, és harmadik osztálytól lép be az idegen nyelv, informatika és egyéb tárgyak. A Mátészalkai Képes Géza általános iskolában is 3 elsős osztály indul, 70 gyermekkel. A szülők nyílt napon pillanthattak be az iskola életébe. Személyesen sikerült a tanítónénikkel megismerkedni és közeli kapcsolatot kialakítani, éppen ezért nem csak az iskolát, hanem a tanítónéniket is választottunk. A szülők fontosnak tartják iskolaválasztásnál, hogy jó közösségbe kerüljön a gyermekük. Az iskola a kötelező oktatáson túl pluszt is szeretne nyújtani. Nagy teret adunk az együtt mozgásnak, ennek keretében úszást oktatunk, lovaglási lehetőséget biztosítunk, rendszeresen megrendezzük a sport és egészségnapunkat. Ezen túlmenően nagy teret engedünk a művészeti oktatásnak, ezen belül több mint egy évtizedes hagyománya van már nálunk a néptáncoktatásnak, ettől a tanévtől kezdve a hangszeres zeneoktatást iskola falain belül oldjuk meg. A pedagógusok szerint jó, ha a lakóhelyhez közel van az iskola, a kisgyerekek számára megterhelő a mindennapos utazás. A lakóhely körzetében lévő iskoláknak kötelességük felvenniük a gyereket. Az általános iskola felvételi vizsgát nem írhat elő, alkalmassági vizsgára lehetőség van ott, ahol valamilyen tantárgyat emelt szinten oktatnak. Az elsősök beiratkozásának hivatalos időpontja április 14-15-e reggel 8 és este 7 óra között lesz. A szülőknek saját és gyermekeik személyi okmányait kell magukkal vinni az iskolákba.